That is really right! Rajtszóval vette kezdetét a már hagyománynak mondható tűzoltó verseny gyakorlati része, ahol diák lánglovagok mutatták be tudásukat. Idén 12 csapat vett részt a megmérettetésen. Nagyon örülünk, hogy ebben az évben 12 csapat jelenik meg ezen a versenyen, plusz a borszékiek határon túlról, ők online kapcsolódnak meg a versenybe. Azt gondolom, hogy régi időket idézi a részvétel. Nagyon örülünk, hogy újra hatalmas létszámban érkeznek a csapatok. A mai nap programja az az, hogy először egy elméleti tesztet töltenek ki a csapatok, majd pedig talán a látványosabb része a versenynek, amikor kint a gyakorlatban is megmutathatják tudásukat. Ugye a Széchenyi családhoz köthető gróf Széchenyi Ödön is, aki magyarországi tevékenysége mellett Törökországban is a tűzoltóságot megalapította. Plusz van még egy olyan aktualitása a mai napnak, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bonyhádon 150. évfordulóját ünnepli, és örülünk, hogy ők is, ahogy az eddigi években is, most is segítik ezt a rendezvényt. A kihívást gondos gyakorlás és tanulás előzte meg. Egy-egy szaktanár, illetve van, ahol tűzoltó vezetésével. Évek óta megvan, hogy milyen típusúak a feladatlapok, azt gyakorolják és készülnek, plusz természetesen a szerelési gyakorlatokat is próbálják megszerezni, és ahogy az előbb említettem, talán az a legizgalmasabb része. Bízom benne, hogy most több száz gyerek szurkolásával fogják ezt megtenni, és egy tűzoltó versenyből is lehet szinte egy fesztiválszerű eseményt kihozni. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nem csak a szervezésben vesz részt, hanem segít a diákoknak felkészülni a versenyre. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy idén is részt vett a borszéki tűzoltóság és az ottani általános iskola, amit úgy tudtunk megcsinálni, hogy a múlt héten ők már ugye itt voltak, ide utaztak, amit a katasztrófa védelemmel és az iskolával közösen úgy tudtuk megszervezni, hogy online élő adásban leversenyeztek a gyerekek, és ahogy ők itt a bonyhádiak megkapták a feladatsort, abban a pillanatban ugye e-mailben elküldtük, ott is egy bekamerázott teremben fogják végezni a feladatsornak a kitöltését, tehát az írásbelit, és azt is meg fogjuk kapni egy meghatározott időn belül, és remélem, hogy ezzel nekik is örömet tudtunk szerezni azzal, hogy mégis ugye 750 km-t utaztak ide, és hogy így is részt tudtak venni a versenyben. A gyakorlati feladat az minden évben ugyanaz, földfaletti tűzcsap szerelés, ami 2 darab B-sugárral, egy osztóval és 2 darab osztott sugárral történik. A gyerekeknek célt nem kell leküzdeni, nem csak egy bójáig kell elérni, akkor van az óra megállítása, amikor mindkét sugárcsőből a víz megjelenik. Játékszabályok azok vannak, igen, mint minden egyes versenyben. A dobogó az 2x2 méteres, a dobogóról ugye semmiféleképpen nem lóghatnak le az eszközök, és a kapcsok közé mindenképpen egy papírlapnak legalább be kell férni. Ez azt jelenti, hogy nem lehetnek összekapcsolva a dolgok, hanem a gyerekeknek kell ezt is megoldani, és úgy kihúzni. Mi felléptünk ugye kórussal, és úgy gondolom, hogy jól sikerült. Galubár Dóra elmesélte, hogy már izgatottan várta a tűzoltónapot. Hogy nézem, hogy versenyeznek, és én a bonyhádiaknak fogok szurkolni, és én is fogok majd versenyezni.